megéri egészségesen élni, nagyon sok betegséget megelőzhetünk már az egészséges étkezéssel is. Aztán sok diák megy el dolgozni ilyenkor a tanév közben is, és sokan nincsenek tisztában a szabályokkal, ezért megnézzük ezeket is. És iskola telefon nélkül valóban célra vezető lehet ez is, és még sok más téma a Szombathelyi Televízió ifjúsági magazinjának októberi adásában. Horváth Balázs vagyok, azonnal kezdünk. Október van, haladunk, jó estét kívánok, sziasztok, itt a mai kezdőpontunk. Az egészséges táplálkozással nagyon sok betegség, többek között a túlsúly is megelőzhető. Azt mondják, az étrend 70%, a mozgás csak 30%. Nem csak az étkezés és a mozgás a fontos, hanem a megfelelő folyadékbevétel is. Hoztunk szénsavas, szénsavmentes desztillált vizet, rostos üdítőket, szénsavas üdítőket, mindenfélt hoztunk, tehát sokan csak vizet isznak, mert azt tartják a legegészségesebbnek. Viszont sokan vannak azok az emberek, akik rostos üdítőket isznak, mert azt gondolják arról, hogy az a legegészségesebb, viszont ez nincs így, ugyanis az is nagyon-nagyon sok cukrot tartalmaz, ezt állítják a kutatások. Nézzünk néhány dolgot, hogy miért érdemes kizárni ezeket a cukros üdítőket a mindennapjainkból. Növeli a rák kialakulásának esélyeit, szívbetegségeket okozhatnak. Nagyon sok diabétesz kialakulásában játszottak szerepet a cukros italok, májkárosodást okozhat, gyerekeknél depresszió is kialakulhat. A Waterloo-i és a Dalhousie Egyetem szakértői által végzett kanadai felmérésbe körülbelül 8000 diákot vontak be. Ebből kiderült, hogy a több cukros energiaitalt fogyasztók hajlamosabbak a depresszióra és a kábítószer fogyasztásra. Hiperaktivitást idézhet elő, először nagyon pörgünk, hiperaktívnak érezzük magunkat, majd nagyon kimerültek leszünk. És nem utolsó sorban elhízást is okozhatnak. Egy ilyen fél literes kólában például 56 g szénhidrát van, amiből az egész cukor is, amit látható, hogy ez nagyon nagy mennyiség, és majdnem a duplája a napi ajánlott cukormennyiségnek, a 30 g-nak, ami itt látható. Érdemes tehát azt betartani, hogy a mindennapjainkban ne fogyasszunk cukros üdítőket. És nagyon fontos a táplálkozás és a megfelelő vitaminbevétel is, erre figyelmeztetnek a házi orvosok. És erre figyelmeztetett minket Kocsis Sándorné Julika is, a Domus Biobolt üzletvezetője. Először is a megfelelő táplálkozással, a megfelelő vitaminbevitellel, mert azért hiába van az, hogy nyáron eszik sok gyümölcsöt, zöldséget, minden, sajnos már mínuszban vannak ezek a vitaminértékek, muszáj pótolni. Megfelelő minőségű vitaminnal muszáj pótolni. Azon túl fontos, hogy otthon szellőztessünk, főként éjszakára friss levegőt szellőztessünk, ne fűtsük túl a szobát, mert most hallottam többektől, hogy befűtöttek. Egy 20 foknál nem igazán kellene több. Nagyon fontos a vitaminpótlás, elsősorban a betegségek megelőzése érdekében fontos vitaminokat bevinni a szervezetünkbe, de viszont nem mindegy, hogy milyen vitaminokat viszünk be. A D-vitamin nagyon fontos, mivel most már azért a napsütés nagyon kevés, és hát mindig oda teszem, hogy a minőségre nagyon, mert azért vannak nagyon-nagyon silány készítmények, és vannak azért nagyon-nagyon jó minőségűek. A omega-3 a gyerekeknél, hiszen az agyi fejlődésnek nélkülözhetetlen, de az sem mindegy, főként mélytengeri halolaj, tehát nem ilyen pár száz forintos készítményekre gondolok, mert azok bizony nagyon silányak, és a megfelelő omega-3 az, ami főként az, hogyha mélytengeri és planktonokkal táplálkozik. Én szakemberrel tartom a kapcsolatot, Budapest egyik legnagyobb kórházában dolgozik az illető. Ha bárkinek nagyon komoly problémája van, és úgy gondolja, hogy egyelőre nem orvosi úton, nem akkora a baj, de azért mégis, akkor én általában elküldöm a leletet, tehát még ilyenre is van lehetőség, hogy egy nagyon komoly háttér van, akitől tanácsot kapok, hogy milyen vitaminnal lehetne pótolni. Most tartunk egy nagyon rövid szünetet, aztán már is jövünk vissza itt a színben, ha tehetitek, tartsatok velünk! Mondjuk el a titkainkat? Ne! Legvadabb kalandod! Ettől olyan előkelőnek érzem magam. 5 nappal ezelőtt, Emily eltűnt. Ha elkezd kutakodni a múltjában, akkor fix, hogy előkapar valami hátborzongató dolgot. Az emberek néha szörnyű dolgokat művelnek. Áruld el a titkod. Egy kis szívesség. A mozikban. Waving your banner all over the place.
Bohém Rapszódia. November 1-től a mozikban. Az inspiráló rovatunkban olyan témákat mutatom meg, amelyek motiválóak lehetnek akár számotokra is. Lesznek szakmák, tehetségek, de bármi, ami érdekelhet titeket, és amit mi fontosnak tartunk bemutatni, az itt megtalálható lesz. Sorozatunk mai részében a robotikával ismerkedhettek meg. A robotikának három törvénye van, amelyeket Isaac Asimov alkotott meg. Az első és a legfontosabb, hogy a robotoknak nem szabad kárt okozni az emberi lényben. A második szerint engedelmeskednie kell az emberi utasításoknak, a harmadik pedig arról szól, hogy a robotoknak kell megvédenie saját magukat. Egy bristoli kutatócég tesztjén a tesztelt robot etikai zombiként viselkedett, arra programozták, hogy megvédjen másokat, de nem értette a döntés mögött álló érveket. Önvezető autók, emberszerű robotok, virtuális valóság, és még sorolhatnánk. Ez mind itt hever ma már a lábunk előtt, és lassan a mindennapjaink részévé válik. De ne szaladjunk ennyire előre, Szombathelyen működik egy Chrome nevet viselő robotika klub. Ennek a klubnak a célja, hogy lehetőséget biztosítson a tehetséges, érdeklődő gyerekek számára a robotikai, elektronikai és programozási területeken az érdeklődésüknek megfelelő ismeretek magasabb szintű elsajátítására. A klub 2017-ben alakult, két mérnök tanár alapította, akik már korábban is foglalkoztak diákokkal hasonló területeken. Azért alapítottuk, hogy olyan érdeklődő diákoknak tudjunk ilyen szakkört tartani, akiknek otthon nincs arra lehetősége, hogy ilyen robotikával foglalkozzon, és vagy van is lehetősége, de otthoni keretek között már nem tud tovább fejlődni, akkor mi tudunk támogatást adni nekik a továbbfejlődésbe. Az egyesületnek Szombathelyen a Nyitra utcai általános iskola ad otthont. Az eddigi tevékenységeiket állami pályázatokból és vállalatok adományaiból finanszírozták. Több nemzeti döntőben értek el első és második helyezést. Egy 2017-es világbajnokságon, junior kategóriában 12. helyet sikerült elérniük. Az első szombathelyi robotversenyen 7.-8. osztályos kategóriában első helyezést sikerült elérniük. Ezek az eredmények is mutatják, hogy a versenyzők milyen lelkesek. Különféle versenyekre készülünk, általában a World Robot Olimpiádnak a különböző kategóriáira, amikor éppen nincs versenyszezon, akkor különböző projekteket készítünk, természetesen ugye robotokkal. Bemutatókra járunk. Jelenleg a tájföldi világdöntőre készülnek a fiúk. A felkészülésbe betekintést nyerhettek a könyvtár éjszakájára kilátogatók is. Az érdeklődők megtekinthették a robotokat meccs közben, sőt még játszhattak is ellenük azokkal a robotokkal, amelyekkel a fiúk megnyerték a hazai versenyt még 2017-ben. Én is nyerhettem egy kis betekintést a robotika klubba, amely nagyon érdekes tevékenységet végez, tulajdonképpen a jövőt mutatja be mai szemmel. Hát azon kívül, hogy heti kétszer ilyen erre a szakkörre, otthon is rengeteget foglalkozunk vele, nagyon sokat dolgozunk, ez most a szabadidőnk nagy részét felemészt, hiszen közeleg a verseny. A klub továbbra is várja az érdeklődő 12 és 19 év közötti fiatalok jelentkezését, akik érdeklődnek a programozás és a robotika iránt. Nagyon érdekes volt, de most menjünk tovább, nézzük az öt legfontosabb dolgot, amit érdemes tudnotok. Október 29-én elkezdődik az idei tanév első szünete, egy hetes lesz, és november 2-ig fog tartani, és 5-én kell először iskolába menni, de nem csak 5 napot, hanem november 10-én szombaton is menni kell majd, ugyanis áthelyezett munkanap lesz. Aztán Német Bálint a Fények útján című természetfotó kiállítása november 7-ig tekinthető meg az Agora művelődési és sportházban. A múlt havi adásokon is felhívtuk a figyelmet arra, hogy az év végéig lehet igényelni a megújult Szent Márton kártyát, aki jogosult rá, tehát szombathelyi lakcímmel rendelkezik, vagy Szombathelyen tanul a felsőoktatásban, az mindenképpen igényelje online vagy nyomtatványban. Orbán Róbert vezetésével újabb verses szombathelyi séta indul november 16-án, pénteken 16 órakor a Berzsenyi könyvtár elől, érdemes elmenni. És október a látás hónapja, a legtöbb optikában ingyenes szűréseket tartottak és tartanak, ennek a célja felhívni a figyelmet a rendszeres szűrések fontosságára. És ez volt az öt legfontosabb dolog, amit érdemes tudnotok, következik, nagyon sok diák dolgozik ilyenkor a tanév közben is, viszont nagyon sokan nincsenek tisztában a szabályokkal. Ezzel és még sok mással folytatjuk a szünet után. Mi
Leszkeztek 5 hálószobával, tudni, hogy sosem lesz gyereketek. Mi volt ez a pofa? De én nem is vágtam pofát. Most is olyan pofát vágsz. Nem vágok pofát. Jó veszekedést! Olyan sok gyerek van nevelőszülőknél. Találtam ezt az adoptáló ügynökséget, és ne, meg nem mutasd nekem! Összetöröd a szívem, most jöttem a melóból. Igaz történet alapján. Valaki nagyon passzolna hozzátok. A legtöbben óckodnak a tinédzserektől. Drogoznak és nézik a videógémereket neten. Csá! Csak szólok, hogy ezt mind halljuk. Hm? Nem gáz, menjetek a kicsikhez és felejtsük el a dolgot. Pápá! Jó arc volt. Ő mellé még jön a 2 kis testvére, Juan és Lita. 3? Túl sok. Most miért mutattad meg? Ezek után hogy mondjunk rájuk nemet? Családot akartak. Nézzetek körül. Mintha otthon lennétek. Nem mondom, hogy tökéletesek vagyunk. Meg kellene jó itt buszit adnunk. Kicsit túlagyaljátok ezt. De lehet, hogy ráéreztünk a dologra. Jaj, ne! Komolyan? Nem álltak rá készen. Ne felejtjétek, hogy ez nem lesz könnyű feladat. Anya! Szia, drágám! Az alkoholos. Rajtad lesz kávé 1 hétig. Jó ég. Próbára fognak tenni titeket. Lejátszottam 150 Candyland menetet Litával. Játszottatok már Candylandet? Brutális! Nagyon uncsi. Olyan helyen találnak be, amiről nem is tudtok. Választhattunk volna egy babát, akinek nincs véleménye és tangabugyia. Mi van rajtad? Bocs, hogy nem öltözöm úgy, mint egy maradi snob, mint te. Hé! Ez itt valódi kasmér! Úgy öltözök, mint egy snob? Nem! Kamu muter! De ha biztonság és szeretet van, ezek a gyerekek kivirulnak. Megcsinálom neked. Látod, nincs semmi baj. Köszi, apu! Megvan az első apum. Te szemét! Én is akarok. Segíthetek valamiben? Nem. Még egyszer! Nem veheted el a telóm! Úgy én szelfit csinált magáról? Mondd meg, hogy ki ez. Ez az a Jacob gyerek? Instant család. Hey. Láttam a képet, amit küldél, Jacob. Szerencsét, hogy nem nyírlak ki azonnal, répafej. Felhívjuk anyádat. Ma véged van, haver. Mit szólsz ehhez, Jacob? Az én nevem nem Jacob. Mi? Oké. Hamarosan a mozikban. Ez továbbra is a Színvenem Horváth Balázsral. Jó estét kívánok azoknak, akik most kapcsolódtak be a műsorunkba. Nagyon sok diák megy el dolgozni ilyenkor a tanév közben is, viszont nagyon sokan nincsenek tisztában a szabályokkal. Most nekik nyújtunk egy kis segítséget, ugyanis megnézzük ezeket a szabályokat. Íme. Egyre több fiatal vállal munkát, amikor csak lehet. Természetesen elsősorban a nyári hónapokban foglalkoztatnak a legtöbb diákot, de a tanév közben is akad bőven fiatal, aki eljár dolgozni szabad idejében. Hetente egyszer-kétszer jár a diák munkára, amikor az időm teheti, és azért dolgozom, hogy amikor 2 év múlva Pestre szeretnék menni egyetemre, akkor ne a szüleim fizessék a nagy részét, hanem én is be tudjak segíteni a költségekbe. A diákok munkavállalásának körülményeit is a munkatörvénykönyve szabályozza, így a 16. életévüket betöltött tanulók foglalkoztatásánál is fontos az írásban rögzített munkaszerződés, amelynek tartalmaznia kell az alapbért, a munkakört, a munkavégzés helyét, a napi munkaidőt, illetve a munkaviszony időtartamát is. Fontos még megemlíteni, hogy 18 éves kor alatti munkavállalók esetén szülői beleegyező nyilatkozat is szükséges, ugyanis ennek hiányában a munkaszerződés érvénytelen. A legtöbb tanuló az interneten keresztül keres diákmunkát, viszont sokan tájékozódnak személyesen is az iskola szövetkezeteknél. A legtöbben árufeltöltői és gyári betanított munkát vállalnak el, de sokan vállalnak el különböző adminisztrációs feladatokat is. Vannak árufeltöltői munkáink, kasszás munkáink, vendéglátásban, hostess munkáink, kertészetekben például, mindenféle rendezvényeken. Nem lehet túlhajszolni a fiatalokat, és a munkaviszonyt mindig be kell jelenteni. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a szektorban nagy visszaélések vannak, ugyanis az idősek mellett a fiatalabb korosztályok a legmanipulálhatóbbak. Tekintsünk ki a világ köré, nézzünk néhány érdekes hírt az elmúlt hónapból. Dél-Koreában betiltották a kávé vásárlását az oktatási intézményekbe, de nem csak a diákok, hanem a tanárok sem vehetnek kávét az iskolákban. Ezen kívül további magas koffein tartalmú italokat is betiltottak, mint például az energiaitalokat is. Az Egyesült Államokban elkészült egy applikáció, amelynek segítségével egy fiatalok jelezhetik, ha bántalmazzák őket. Hannah Lucas azért gondolta ki ezt az alkalmazást, mert őt is bántalmazták korábban az iskolában. Az alkalmazás kitalálásában, tervezésében testvére és családja is segített neki.
10 év múlva akár már robotok és gépek is helyettesíthetik a pedagógusokat. Nem egyértelmű, hogy pontosan hogyan, 10-20 év múlva megtudjuk. Az amerikai tanárok 90%-a a saját költségén is vásárol iskolai eszközöket és egyéb dolgokat az órákhoz. Azért mondom, hogy egyéb dolgokat, mert egy tanárnő a New York Times-nak azt nyilatkozta, hogy a diákok arra kérték a rovar témakörnél, hogy mutasson élő rovarokat, bogarakat, és ő nem akar csalódást okozni a fiataloknak, ezért vett néhányat. Aztán Franciaországban a diákok egy részének minden nap úgy kezdődik, hogy mielőtt belépnek az iskolába, ellenőrizniük kell, hogy ne legyen bekapcsolva okostelefonjuk, ugyanis egy új szabályozás értelmében ez nem lehetséges. Az idei iskolai évtől Franciaországban a diákok egy része a telefonokat kikapcsolt állapotban vihetik csak be az oktatási intézményekbe. A szabályozás értelmében 15 éves korukig a fiatalok nem használhatják digitális eszközeiket az iskolában. 15 éves kor felett az intézmények belső szabályzatától függően bevezethetik a többi évfolyamon is. Úgy gondolom, hogyha tiltják, annál több diák fogja használni a mobiltelefonját órán tiltás ellenére is. A fiatalok a hétköznapokon tehát egyáltalán nem használhatják mobiljaikat. Ennek az új törvénynek a célja az iskolai, illetve az online bántalmazások megelőzése és a koncentráció növelése. Nem tartom jó döntésnek, lehetne jól is használni a digitális eszközöket a tanórákon, például a nyelvórákon szótározása. Egy 2017-es statisztikából kiderült, hogy a 25 év alatti magyar fiatalok mintegy 93%-a rendelkezik okostelefonnal, nagy részük rendelkezik mobil internetes hozzáféréssel is. A fiatalabb generációk egyre több hétköznapi dologra használják okostelefonjaikat, közel 69%-uk kizárólag mobiljáról olvassa le az időt, és 71%-uk használja azt ébresztő óraként. A túlzásba vitt okostelefon használat egy úgynevezett rejtett stresszforrás, ami a mai 10 éves generációt, az általános, illetve a középiskolás gyerekeket hatványozottan érinti. De hogy mit is jelent az, hogy rejtett stresszforrás? Amikor a diákok az iskolai nehézségekről, a túlzott szorongásról, feszültségről, tehát a fokozott stresszről számolnak be, akkor a stressz okainak általában a tananyag mennyiségét, nehézségi fokát, a tanárok viselkedését vagy személyiségét határozzák meg, holott a stressz valódi, rejtett forrása az nem más, mint az állandó online jelenlét és készültség, ami pedig összefügg a rossz időbeosztással. Hogy is néz ki ez a folyamat? A tanórákon ahelyett, hogy az elsajátítandó tananyagra koncentrálnának, és ezáltal segítenék a memóriába történő bevésését, és megkönnyítenék a későbbiekben a saját dolgokat, a mobiljaikat nyomkodják, csetelnek, képeket nézegetnek, lájkolgatnak. A későbbiekben pont ezért az otthonukban sokkal több időt kell majd ráfordítani arra, hogy megtanuljanak valamit. De nagyon jól tudjuk, hogy az otthoni tanulás is számtalanszor mobiltelefon használattal szakítjuk meg. Ennek eredményeképpen sokkal több időt fog igénybe venni az, hogy felkészüljünk egy-egy számonkérésre, dömpingszerűen kétségbe esetten kezdünk el tanulni, ami esetleg belenyúlik az éjszakába. Ennek következtében fáradtak leszünk, frusztráltak leszünk, sokszor kudarc élményeket, hatékonyság érzet hiányát, illetve motiváció hiányt fogunk megélni. Tehát kialakul az iskolai stressz. Azt tanácsolom, hogy okosan használjuk a mobiltelefonjainkat. Én is készítettem egy felmérést, 17-14 és 19 év közötti fiatalt kérdeztem meg. A megkérdezettek 16%-a saját bevallása szerint napi 1-2 órát használja a mobiltelefonját, 47%-uk napi 3-4 órát használja, 26%-uk 5-6 órát, még 11%-uk napi több mint 6 órát használja az okostelefonját. 4 óránál többet mobilozunk mi fiatalok szerintem, mondjuk ez nem biztos, tehát lehet egy sztereotípia is akár. Úgy gondolom, hogy ha megfelelő internet hozzáférés lenne az iskolákban, akkor számos hasznos applikáció segítségével lehetne színesebbé tenni a tanórákat, akár a középiskolákban is. Itt vagyunk a chat szobában, ahol mai adásunkban a hova tovább kérdésre keressük a választ. Milyen szempontok alapján választanak középiskolát a mai fiatalok? Erre is választ kaphatunk. Mi volt az első dolog, ami eszedbe jutott a pályaválasztásról? Mennyire tartod nehéz döntésnek? Hát az első dolog, ami eszembe jutott, én eléggé megijesztett, mert a jövőmről van szó, és hogy hova tanulok tovább, ez nagyon fontos döntés, amit nagyon fiatalkorban kell meghoznunk. És a szüleid is befolyásolják a pályaválasztással kapcsolatos döntéseket azért valamennyire? Hát valamilyen szinten igen, de nagyrészt szabad kezet kaptam, hiszen az én jövőmről van szó, amikor mondtam.
A nyílt napok és a pályaválasztási ilyen orientációs kiállítások azért sokat tudtak segíteni a választásban. Igen, nagyon sokat segítettek. És sikerült is már választanod? Igen. Hova szeretnél tovább tanulni? Jurisics Miklós gimnáziumba, Kőszegen. És miért? Elsőre is nagyon szimpatikus volt az iskola, de mikor elmentünk a nyílt napra, jobban megerősített a tudatban, hogy én oda szeretnék menni, és ez lesz a jó középiskola vagy gimnázium nekem. Amennyiben ti is középiskola választás előtt álltok még, és még nem sikerült döntenetek, akkor itt van néhány jó tanács, ami megkönnyítheti ezt. Először mit szeretne a diák, ez a legfontosabb, ezután a szakma és az iskola típus választás. Majd érdemes az iskola listát megnézni egy kicsit, utána olvasni az intézményeknek az iskola eredményeit, és célszerű megnézni. Ha már van valamilyen elképzelés, akkor lehet akár egy picit nyomozni, és aneten fontos lehet átolvasni a tantervet, és végül még egy nagyon fontos dolog a nyílt napokra elmenni és tájékozódni. Következik a szünet után itt a színben. A Halloween-t eredetileg csak az angol száz országokban ünnepelték, viszont ma már az egész világon nagy divatja van. Jönnek a részletek a szünet után. A cégnél minden menedzsernek van diplomája. Nem áll senki az utadban. Csak te. Gondolkodtak már azon, hogy miért tartanak ott, ahol? Ha más döntéseket hoztak volna, boldogabbak lennének? Arthur a Duke Egyetemen végzett, ő a legjobb erre a posztra. Nem, uram. Én vagyok. Bár olyan világban élnénk, ahol a tapasztalatot is értékelik. A francba velük. Kikkel? Az összes snobbal a Csillivili kecóikban, akik avokádónak nevezik el a gyereküket, és Kilimandzsárót másznak. Egy bige keresett. Valami állásinterjú miatt. Te jó ég, a Franklin és Clark? Megnyerő az önéletrajza, a Wortonben végzett? Hol végeztem? És persze a Facebook oldala is megér egy misét. A Facebookon? Obama! Tök új személyiséget adtam neked. Azt mondtad, menő akarsz lenni, úgyhogy kiglancoltalak. Ennyi hazugság nyitotta ki az ajtót, de az állás a tiéd, Muci. Ki a nyerő? Hajam! Én vagyok! Ki a nyerő? Na azért, te vagy a... Nézzeges! A maga korában egy nő nehezen talál állást. Ezt nézze! Jaj, ne. Nem nagy ügy. Bármit felvehetsz, ezt kivéve. Úgy nézel ki, mint Mrs. Duffmeyer. Elja, ez az irodám. Kaptál egy kéglit? És hitelkártyákat? Megóvlak a kísértéstől. Nem erőszem. Nem kell neked ennyi alátétni. Tisztázod magad, ugye? Meg tudom csinálni. Csak nem Maja Vargas. Ők a barátaim a Nortonből. Nortonből? Együtt voltunk a BK6-testnél. Bálnát mentettünk. Ne keverd össze a Facebook énedet azzal, aki valójában vagy. Nagyon felnézek rád. Ilyen szeretnék lenni, amikor felnövök. Mindig is jó voltál, csak is te kételkedtél ebben. Találkozunk egy új kínai beszállítóval, és a cégnél senki se beszél kínaiul, csak... Én? Van egy ötletem. A macskánk Dokia tud kínaiul. Igazán szívesen körbevezetjük. De előbb még nyilván kell ütnünk az üzletet. Álommeló. Hamarosan a mozikba. A Halloween ősikelt a hagyományokból alakult ki, elsősorban az angol száz országokban terjedt el, viszont ma már az egész világon nagy divatja van, így Magyarországon is. Az angol száz ünnepőse a pogány kelta boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepe volt október 31-e. Operátor kollégám innen mellőle mutatja a Halloween legfontosabb kellékeit, a tökforrágás, az ijeszkedés, a csokit vagy csint. Ez minden Halloween része, ma már mondhatjuk, hogy az egész világon. Ez volt a szím októberben. Horváth Balázs vagyok. Találkozunk legközelebb.